Ha szép és egészséges gyermekeknek korán meghal az apjuk, abból rendesen baj származik. Wittmannnak két fia volt már, 4 és 5 évesek, amikor egy napsugaras, csak kissé szeles novemberi délutánon búcsút mondott a világnak. Elég könnyen halt meg, és egészben nem sok bánatot hagyott maga után. A felesége, az özvegye, szép asszony volt, de szelíd természetű és erősen önző. Wittmannnak két szép és erős fiút hozott a világra. Az utcában, ahol laktak, a gyászruhás Wittmannét határozottan méltányolták, pedig eleinte gyenge csípőjű és gyerekszemű volt ez az asszony. Mint ember, se jó, se rossz. A két fiát éppen olyan keveset csókolta, mint verte. A fiúk a szomszédba jártak játszani. Padlásokra mászkáltak, régi ládákban szagláztak, macskákat hajkuráztak. Wittmanné enni adott nekik, és tiszta alsót szombaton este. Különben csendesen élt és csendesen hízott. Egy bankhivatalnokkal ismerkedett meg, aki kísérgette, meglátogatta, teát kapott és csókokat. A férfi unalomból, meg lustaságból nem hagyta ott a nőt. Wittmann fiai keveset törődtek az anyjukkal meg a szeretőjével. Terveik és dolgaik voltak. Gimnáziumba kerültek, megnyúltak, vékony és erős csontjaikon, mint acéldrótok feszültek ki kicsinyizmaik. A padlás egyik rejtett zugában rendezték be kis boszorkány konyhájukat. Nyilak, gumipuskák, kések, fogók, kötelek és csavarok voltak itt összegyűjtve, elrejtve és osztályozva. Szeles őszi estéken lesbeálltak, kóborkutyáknak hurkot vetettek a nyakába és hazacipelték. Bekötötték az állat száját és deszkára húzták. Kifogyhatatlanul érdekelte őket a fájdalom misztériuma. Az állatkínzás komoly és természetes szenvedélyükké vált. Add a kést! Ben lerombálták a basztit. Jól van, fiam, kitűnő felület legület. Nézd, ott van! Tényleg? Ott a mókus, ott szállad. Na, elköp! Kapja! Aludni. Na jól van!
Megtesszük a kínzást. Csináljam már én is. Várj! Szia! Még sosem láttam ilyen szép lány. Mi a neved? Irén. De szép név. Tudtad, hogy a levegőben lények laknak? Milyenek? Hol a testű lények? Hasonlítanak az emberre, de úsznak a levegőben. Nem. Ott a keze a válladnál, nem érzed? De, érzem. Ne menj el! Még mindig velünk vannak. Hol? A takaróban. Szia! Elhoztam az öcsémet is. Zsolt a zsákot. Keresünk valami jó fát, ahol elássuk. Jó. Az? Az jó. Siess már. Hozd a zsákot. Menjetek el! Csak akkor gyertek vissza, ha hoztak is valamit cserébe. De akkor mit fogunk neki vinni? Ékszert. Honnan? Anyáktól. Ezt viszem én. Akkor én meg viszem ezeket. Ezeket viszem én. Nem, ezt nem. De miért? Jó, mindegy, akkor csak ezeket. De menjünk. Takarodjatok már kifelé! Takarodjatok! Thank you.
ébresztő? Mehetünk. Holnap majd megnézzük az ékszereket. Oké. Jó éjszakát! Neked is. Jó reggelt, fiúk! Kész a reggeli. Köszönjük. Wittmanné úgyis későn kell, az ő reggelie még nincs kész. Ezt viszed te, ezt viszem én. Ez hadd vigyem már én. Jó, a maradékot viszem én. Még alszik. Holnap még visszajövünk.